múzeum nyílt a Golden Globe díjas színésznő, 20. századi szexszimbólum és a világ első számú celebritásának emléktárgyaiból Gábor Zsazsa 9. férje ajánlotta fel ezeket az Origo Film Stúdió javára. The secret of woman is always being beautiful. When you are beautiful, that's already halfway through everything. You are beautiful. And for her, it was important to look beautiful. Her hair, her dresses, everything. When she went out, even in a high age, she had to look beautiful. People in Hollywood, they want to see beautiful woman. And she did it. Her makeup, her hair, her dresses, everything. When Zsazsa left the house, everything was perfect. That was the secret. This is why they took so many pictures, because nobody knew how old she was. She made herself on the makeup table right away 20 years younger. She knew how to do it. She could, and Hollywood loved her for that. Ő volt a világ első divája. A Kardashian lányok elbújhatnak mögötte. Akkor annak idején lett volna internet, hát tarolta volna a világot. Ő az az egyik magyar színészek egyike, aki Hollywoodba lerakta a Magyarországot a térképre. A másik meg Tony Curtis volt. Ők ketten voltak azok a kiemelkedő magyar színészek, akikről mindenkinek az jut eszébe, hogy magyarok és Magyarország. A négy leghíresebb ruháját láthatjuk itt egyébként, amik a régi újságokban is megjelentek, különösen ez a piros ruha. De felhívnám a figyelmet például arra az újságra, ami a börtön rácsok mögött van. Zsazsa, mint tudjuk, hogy elsodort véletlenül egy rendőrt, 4 napra börtönbe zárták, és az a kalapács, ami oda van rakva, az az eredeti kalapács, amit minden amerikai filmben látunk, mikor az bíró leveri az ítéletét, na ez az az a kalapács, ami Zsazsának a 4 napos elzárását leütötte. Rengeteg eredeti levelezés, én csak Nixon elnökét említettem, de régentől kezdve nagyon sok világi politikus, színész, író, költő, mindenkinek nagyon sok levelet kaptunk, eredeti levelezéseket, ezeket még fel is kell, hogy dolgozzuk. És hát a 9. férje is eljött a megnyitóra, nehéz volt tőle egyébként a tárgyakat beszerezni, elkérni, kölcsönkérni? Én akkor találkoztam vele, mikor Gábor Zsazsa temetése volt, és oda mentem hozzá a temetőbe, én akkor ismerkedtem meg vele, és kihívtam az Origo Film Stúdióba, nagyon tetszett neki egyébként, látta ezt a két múzeumot, és mondtam neki, hogy Frederik, ha küldesz nekem eredeti Zsazsa relikviákat, megígérem, hogy lesz Zsazsa múzeum. Adtam neki névjegyet, hazament, és néhány hét múlva kaptam tőle egy mailt, hogy Márta, mégis mikre gondolsz? És akkor visszaírtam neki, hogy szeretném a személyes tárgyait, ruhákat, levelezéseket, könyveket, és megkaptuk.